1989 nyarán a kommunista Kelet-Németországból több tízezer turista érkezett Magyarországra. A végsőkig el voltak keseredve, mert úgy érezték, hogy az NDK-ban nincs jövőjük. Nem volt szabadság, nem volt áruválaszték, nem lehetett utazni csak Kelet-Európába. A gazdag és szabad Nyugat-Németországba akartak menni, de nem kaptak útlevelet. És azt remélték, hogy a szovjet blokk leggazdagabb országán, Magyarországon keresztül átmehetnek a vasfüggönyön Ausztriába, majd Nyugat-Németországba. Számukra 1989-ben Magyarország volt a kelet-nyugati átjáró. Huszonhárom éves voltam, Dresdában éltem, ahol zenét tanultam. Jazzt, és erősen vágytam arra, hogy egyszer eljussak abba az országba, ahonnan azok a dalok származnak, amelyeket reggeltől estig gyakoroltam. És ez Amerika volt. Nem lehetett szabadon mozogni. Az ember nem utazhatott oda, ahová akart. Még a keleti blokkon belül is csak akkor, hogyha jól viselkedett az állammal szemben. Én eredetileg Lengyelországból származom. Amikor az NDK-ba érkeztem, sokkoló volt számomra. Tulajdonképpen egy szocialista országból jöttem egy másik szocialistába, de a különbség az NDK és Lengyelország között óriási volt. Minden zavart az NDK-ban. Állandóak voltak a rendőri ellenőrzések. A rokonaink sohasem látogathattak meg minket, vagy ha mégis, akkor csak komoly nehézségek árán, mivel mi a határövezetben laktunk. Azt kell mondanom, hogy aki nem ismeri, hogy milyen az élet egy diktatúrában, az egyáltalán nem tudja megérteni. El lehet mesélni, de az érzést azt nem lehet szavakkal leírni. Egyszerűen át kell élni, és aztán azt mondani, nem, ezt nem akarjuk a gyerekünknek. És ha lehetőségünk van rá, hogy különösebb veszélyek nélkül elhagyjuk az országot, akkor menni kell. Die Partei hat immer recht und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht, wer die Menschheit verteidigt, hat immer recht. So aus Leninschem Geist wächst von Stalin geschweißt die Partei. Ungarn stand damals. Magyarországról akkoriban már az a hír járta, hogy nem annyira keményvonalas, mint a szövetségesei. Aláírták az ENSZ emberi jogok nyilatkozatát, és láttam a híradóban, hogy leszerelték a műszaki határzárat. Az aknamezőket is felszedték, és számomra ez volt a rajtjelzés, hogy útra keljek Magyarországra. A vasfüggöny lebontása, mint olyan, magyar oldalon is elsősorban egy gazdasági döntés volt, mert az egész vacak elavult, vagy újjá kellett volna építeni, vagy valami mással kellett volna helyettesíteni, és ez mind rengeteg pénzbe került volna, lebontani az volt a legolcsóbb. Én magam húztam ki az akkori felügyelő belügyminiszterrel konzultálva a 89-es költségvetésből, hogy erre nincs pénzünk, öregem. Tudom, mondja. De hát majd megoldjuk valahogy. Ugye mondtuk magunk között, hogy majd a határ ellenőrzést más eszközökkel oldjuk meg, de a költségvetésből kikerült. A kelet-német lakosság az tudva lévőleg a nyugat-német televízión csüngött, és ezek már május 2-án látták azt, hogy a vasfüggönyön itt Magyarországon úgy tűnik egy lyuk keletkezett. Azon a nyáron az egyébként rendszeresen nagy NDK-beli forgalom, ez többszörösére nőtt. NDK-sok jöttek úgy Magyarországra, hogy eszük ágában nem volt itt mondjuk város nézni, vagy a Balatonba fürdeni, bár lehet, hogy ezt is csinálták, de az igazi céljuk az volt, hogy felhasználják azt, hogy a magyarosztrák határ átjárhatóvá vált, és ott elmenjenek, illetve Romániából, Bulgáriából hazafelé jövő, vagy induló NDK-s turisták megálltak Magyarországon, és jelezték, hogy nem akarnak tovább menni.
Akkor már vagy egy hete Magyarországon voltunk. Hivatalosan ezt persze úgy adtuk elő az NDK-ban, mintha nyaralni mennénk, de otthon már minden hidat felégettünk magunk mögött. Az ingóságainkat szétosztottuk családon belül. Senkinek sem volt szabad tudnia róla, sem a rokonoknak, sem a barátoknak. Tehát tényleg anélkül kellett szednünk a sátorfánkat, hogy ezt bárkinek is elárultuk volna. Biztonsági okokból, hiszen tudtuk, hogy majd kihallgatják őket, és ha valahogyan kiderül, hogy tudtak róla bármit is, akkor rögtön börtönbe kerülnek. 89. júniusában érkeztem Magyarországra. Budapesti barátoknál laktam, akiket már több éve ismertem, a Topolánszky családnál. Ott laktam az évfolyam társaimmal, akikkel együtt utcazenéltünk, és attól a pillanattól kezdve, hogy megérkeztem, állandóan azon járt az eszem, hogy hogyan tudnám a határon való átszökést megszervezni. Ellentétben a korábbiakkal, amikor a követségen tartózkodó vendégeink végül mindig elmentek, májusban egy forradalmi változás következett be. Egy fiatal ember, ugyanis egy egyetemi hallgató azt mondta, hogy nem megy többé vissza Kelet-Berlinbe. Számára egyetlen út létezik csak, az, amelyik Nyugat-Németországba visz. Utána egy házaspár jött, azt hiszem Türingiából, akik szintén azt mondták, addig maradnak a követségen, míg nem egyszer lehetővé válik számukra a nyugatra utazás. Vonattal mentem Jugoszlávia felé, és a határ közelében kaptak el a határőrök. Biztos kiszúrták, hogy NDK állampolgár vagyok. Nem voltak nálam iratok, németül beszéltem, így aztán leszedtek a vonatról. Kaptam egy pecsétet az útlevelembe, és ezzel a pecséttel, ami a kiutasítás is volt egyben, 24 órán belül el kellett hagyni az országot. Így elég nehéz helyzetbe kerültem. A Topolánszky házaspár, akiknél laktam, mutatott rá arra, hogy miként ragadhatom meg az alkalmat a sorsom tovább lendítésére. Ákos ugyanis, aki lelkész, azt mondta nekem, Alex, visszafordulni már lehetetlen. Ha valamit tenni akarsz másokért is, akkor fordulj a nyilvánossághoz. Hívd fel a figyelmet arra az ellentmondásra, amely a magyarok által is aláírt ENSZ emberi jogi nyilatkozat és a határnál folyó napi gyakorlat között feszül. Miért nem akar visszautazni az NDK-ba? A magyar hatóságok lepecsételték a vízumomat, amiből látható, hogy illegálisan próbáltam elhagyni az országot. Ez a papír azt jelenti, hogy ha visszatérek az NDK-ba, én igen kellemetlen helyzetbe kerülök. Büntetlenséget ígérnek ugyan, de ez nem egyértelmű. Talán nem csuknak éppen börtönbe, de lehet, hogy nem tudom a tanulmányaimat tovább folytatni. És most mi lesz magával? Ezt nem tudom pontosan. Megpróbálok politikai menekültként itt maradni Magyarországon. Nem tudok visszamenni az NDK-ba, ez biztos. Sajnos. Mivel Magyarországon az embert nem zárták börtönbe a határátlépési kísérlete miatt, hanem a kiutasítási parancsal a zsebünkben szabadon lehetett mászkálni, így akárhányszor újra meg lehetett próbálni az átszökést. Míg az azt megelőző egész évben a határőrség elfogott a nyugati határokon 300-350 NDK állampolgárt, addig a 89. májustól szeptember 10-ig, tehát a kiengedésük, hivatalos kiengedésük napjáig megközelítőleg közel 8000 NDK állampolgár került elfogásra. Thank you.
Szentpéterfa közelébe utaztunk, és már az odavezető úton, körülbelül 5 kilométerre a határtól, géppisztolyokkal felfegyverzett határőrök állítottak meg minket, és visszaküldtek. Másnap kicsit lejjebb újra próbálkoztunk, tehát ismét gyalog útnak indultunk az alig 3 hónapos csecsemőnkkel. De ott is igazoltattak, és bevittek a határállomásra. Szökési kísérlet miatt őrizetbe vettek és kihallgattak minket. De éreztem a határőrök szívélyességét. Először Jeremiasz iránt érdeklődtek, hogy ő hogy van, nincs-e számára szükségem valamire, minden rendben van-e, és csak ezután kezdték el a kihallgatást. Majd határozottan azt mondták, hogy ne próbálkozzunk többet a határnál. De nagyon megértően, és ez a nyitottság egyszerűen ismeretlen volt számunkra. Az NDK-ban nem ezt szoktuk meg a határőröktől. Augusztus közepe volt. Sopronba utaztunk, néhány nappal a holtölte előtt. Augusztus 17-én volt holtölte, megnéztük. A holt segített nekünk, hogy az egész területen zseblámpa nélkül tudjunk eligazodni, illetve majdnem eligazodtunk, mert végül eltévedtünk. Szóval egy kempingben voltunk, volt egy trabantunk, még elég új, éppen 2 éve volt meg, amivel a határ felé hajtottunk. Aztán leállítottuk az autót az út mellett a fák alá, és elindultunk éjszaka. A hátamon volt egy gyerekhordozó, abban volt a 2,5 éves fiunk. A feleségem hátán is volt egy hátizsák, benne néhány holmi. Aztán egyszer csak odajukadtunk ki, ahonnan elindultunk. Nagyon csalódottak és fáradtak voltunk a több órás gyaloglás után az éjszaka kellős közepén. Így visszamentünk az autóhoz, és gondoltuk, hogy majd másnap újra megpróbáljuk. De amikor visszaértünk, a trabantunk nem volt ott. Ellopták. Nagyon rosszul viseltem azt az estét. Velünk volt a kisgyerek is, és a vége felé már egyáltalán nem volt kedvem az egészhez. Annyira kimerült voltam, hogy nem akartam semmi más, csak aludni. Nem gondoltam, hogy ilyen lehetetlen dolog átjutni a már tulajdonképpen szabad határon. Még egyszer megpróbáltuk, ugyanazon az úton felfelé. Láttunk egy fényszórót és egy határőrt. Valahogy észrevettek minket. Valószínűleg meghallottak, odajöttek hozzánk. Gyorsan legugoltunk egy bokorba, el akartunk bújni, de észrevettek és elfogtak minket. Kedvesek voltak, látták, hogy gyerek van velünk. Nem mondhattunk semmi rosszat rájuk, a kötelességüket teljesítették. Abban reménykedtünk, hogy megtalálják az autót, de természetesen ez naív elképzelés volt. 12 évet vártunk rá, és ellopták. A kocsi egyes részeit megtalálták, de már szét volt szedve darabjaira. A második menekülési kísérletnél az unoka fivéreim siettek a segítségemre Bécsből. Apám bátyjának 2 fia van, akiket addig egyáltalán nem ismertem még. Bécsben élnek, és már akkor is ott éltek. Egyikük aztán felvette velem a kapcsolatot. Azt mondta, ha most az a gond, hogy téged el kell juttatni a határhoz, én szívesen megteszem. Nekem, mint osztráknak jogom van a határhoz menni. Aztán beszálltam a kocsijába, megnéztük a határt, olyan közel voltam a határhoz, mint még soha. A probléma csak az volt, hogy bekanyarodtunk egy tisztásra, ahol valami olyasmi állt, ami messziről úgy nézett ki, mint egy apró erdei kunyhó. És volt egy jelmagyarázat barakkokról, amelyek a határőrséghez tartoztak.
És amikor aztán közvetlenül ezen barakkok előtt megfordultunk, hogy feltűnés nélkül visszavonuljunk, a határőrök igazoltattak. Bevittek, és akkor előről kezdődött az egész hercehurca. Mindegyikük korombeli volt, tehát úgy 20 körül. És úgy vettem észre, hogy ők maguk is tudják, hogy a rendszer már a végét járja. Rosszul érezték magukat a bőrükben, és egyáltalán nem voltak szörnyetegek, akik boldogok attól, hogy valakit jól megbüntethetnek. Léteztek teljesen lehetetlen állapotok is, hogy például a menekültek százai aludtak a nyugatnémet konzulátus előtt augusztusi éjszakákban az utcán, mert azt remélték, hogy a nyugatnémet útlevéllel, amelyet ott kapnak, azzal kijuthatnak. Nem juthattak ki, mert nem volt benne beutazási vízum. Szabadság után Pestre visszatérve meglátogattam egy barátomat, aki éppen az Orbán tér mellett lévő NSK konzulátustól olyan 200 méterre lakott, és hát döbbenetes volt augusztus elején azt a képet látni, én a két kiskorú iskolás gyerekemmel, feleségemmel a járdán ott fekvő, ott várakozó, meg az úttesten hálózsákok kiterítve, ott fekvő emberek között átlépdelve jutunk el a kapuhoz. Na ez volt az az érzelmi lökés, amikor én azt mondtam, hogy jön a hideg szeptember, ezt nem lehet tovább húzni, itt fiúk, és kiadtam a megfelelő utasításokat, hogy nézzük meg, külügy, belügy, igazságügy, hogy milyen variációk jöhetnek itt össze. Augusztus közepétől kezdve magyar szervezetek, nem a kormány, mert a kormány ebben hivatalosan nem akart részt venni pro forma, hogy tartsuk azért a hivatalos formákat be, hogy a magyar kormány nem ismer menekülteket, hanem csak turistákat és esetleg áttelepülni akarókat. De augusztus közepétől a Máltai Szeretetszolgálat Magyar Vörös Kereszt segítségével léteztek menekült táborok, egy Zugligetben, egy Csillebércen, egy aztán Balatonnal a Zámka, és egy azt hiszem Szentendrén. Naponta, hogy 6 és 800 között volt azoknak a száma, akikre mi napon, minden nap számíthattunk, arról nem beszélve, hogy körülbelül 200 magyar család itt a környéken szintén tetrekész volt, és nagyon sok menekültet befogadtak ők is. Amihez azért hozzátartozik az is, hogy ezeket az embereket el is látták, hiszen eddigre nagyjából elfogyott ezeknek az embereknek a pénze. Zugligetbe küldtek minket a Szarvas Gábor útra. Jelentkeztünk a táborban, és eközben látott minket a sekrestyés és felesége, Tamás Móni. Így aztán ő rögtön magával vitte a feleségemet a babával, az ő igencsak szűk hajlékukba, és ellátta őket. Aztán engem is befogadtak, sok szeretettel és barátsággal, úgyhogy az azt követő éjszakákat náluk töltöttük. Ebben a templomban az atya és a Máltai Szeretetszolgálat magyar-német segítői nagyon kedvesen fogadtak minket. Velünk volt ugye a kisgyerek, és ebből az okból kifolyólag nem kellett ott aludnunk a sátrakban, hanem kiközvetítettek minket egy családhoz, a pomozi családhoz, akik 2-3 kilométerrel távolabb laktak. Egy nagyon kedves, sok gyerekes család volt. Nagyon vallásosak. Csak enni mentünk a templomba, és információkért. Én bennem végig ott volt az a félelem, hogy valaki esetleg az állambiztonsági aktól követ minket.
Néhány utcát kellett gyalogolnunk a Pomozi család házáig, és mindig féltem, hogy útközben elmegy mellettünk egy autó, berántanak minket a kocsiba, és vissza kell mennünk az NDK-ba. Meglepő volt a számunkra az, hogy egymással szinte nem álltak szóba. Maximum azt lehetett látni, hogy a családtagok, de még ők is szinte suttogva váltottak szót egymással, különben közösségről szó sem lehetett. A zugligeti tábor bejáratát egy egész csapat stázi ügynök figyelte. Béreltek egy lakókocsit pontosan a tábor bejárata előtt. Szórólapokat osztogattak és filmeztek. A szórólapokat eléggé szépen elvették. Ezekben szóval, ha hazatér, nem lesz bírság, nem lesz munkahelyvesztés, benyújthat a kérelmet, meg ilyeneket. Tehát olyan garanciákat, amelyek a kormány vállalta, az NDK kormány. De ennek a lakókocsinak semmilyen hatása nem volt. Ezeknek az embereknek a hazával kapcsolatos tudatuk volt beszűkült. A Vaterland élményük hiányzott. A latinból sokkal jobban érthető a haza a pátria. A haza a pátereknek, az atyáknak az örökségéből táplálkozik. És a keletnémeteknek ezt az örökségét igyekeztek kiirtani, hogy egészen új ideológia és új értékrend szerint állítsák át az agyukat, és rendezzék be az életüket, és ez elgondolkodtatott. Kozma atya nagyon sokat törődött az emberekkel. Mindig jelen volt, mindig körbejárt, és megkérdezett mindenkit, hogy hogyan érzi magát. A táborban megismertük Csilla von Böselagert, aki a menekültekről gondoskodott. Mindig ott volt, lehetett tőle kérdezni. Ő foglalkozott a szervezéssel, azt lehet mondani, hogy mindennel törődött. Esténként volt ilyen eligazításszerűség, mindig felolvasta, hogy mi áll az újságban, elmondta, hogy mit mondtak be a tévében, és lefordította magyarról németre. At the present time we have about 280 refugees whom we have taken care of. As of Saturday morning we will take care of their breakfast, lunch and dinner. And we have also just had discussions with St. John's Hospital. They are going to take care of any medical problems which could show up. A pan-európai pikniket lényegében, és ez újdonság volt Magyarországon akkor, civil társadalmi szervezetek készítették elő. Hogy hát eltűnőben van a vasfüggöny, szervezzünk a határon valahol egy osztrák-magyar közös ünnepet. Erről szólt a dolog, hogy osztrák polgárok, meg magyar polgárok, hát majd sütnek ott egy kis szalonát, vagy bográcsoznak. Jól érzik magukat, és hát még át is mehetnek ide is, oda is. Aztán azt hiszem, ez 3 vagy 4 óráig tartott ez a kapu nyitva. De hát mindenki tudta, hogy itt nem csak az osztrák-magyar polgárok fognak piknikezni. Voltak bizonyos utalások. 15-én, 16-án, augusztusban, hogy valami készül Sopronban. Számunkra nagyon fontos volt az, hogy aki elindul erre a kalandra, az el is jusson oda, és ezért készítettünk térképeket, egész éjszaka ezzel foglalkoztunk, és találkoztunk azokkal, akik útra kelnek, és bátorítottuk, erősítettük őket. A piknik szervezői mind osztrák, mind magyar szervektől engedélyt kértek arra, hogy azon a szombat délután 3-tól 6-ig legyen egy rögtönzött határátkelő hely. 2 nappal a piknik előtt, tehát 17-én Budapestről érkezett egy tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy az elkövetkezendő időben a kerületparancsnokság számoljon nagy tömegű, csoportos NDK határsértők megjelenésével. Röviddel 3 óra előtt ennél a kapunál megjelent egy körülbelül 150, talán 200 fős keletnémet menekülő csoport, amelyik futó lépésben rohamosztakként
közeledett e felé a Rozoga kapu felé, mielőtt ezt kinyitották, amely kapu előtt állt, azt hiszem, 5 pisztollyal felszerelt magyar határőr plusz a parancsnokuk. Ha megütközöm velük, akár vér is folyhat majd, mert modellezni lehet, de senki nem fogja tudni, hogy 150 ember, aki 10 méterre áll az ő által állított szabadságtól, az akár erőszakot is nem fog alkalmazni velünk szemben, hogy nem próbál elsöpörni az útjából. Hát mindolyan bebizonyosodott, hogy megpróbálta, mert a kaput is úgy törték át, mint a pinty. Én nagyon izgultam azon a napon. Én mást, ha ott tragédia történik, akkor az ottani halálesetek mind-mind az én lelkemen száradnak. És aznap délután összesen jó 600 keletnémet hagyta el az országot Ausztria felé, használva ki tehát a pikniket. Ekkor bizonyosodtam meg róla, hogy bátran meghozhatom a nagyobb döntést, bátran kinyithatom a határokat, mert hiszen a Szovjetunió semleges marad. Gorbacsovnak pedig a főleg Magyarországon és Lengyelországon történtek a reformpolitika erősödése, mint egy falat kenyér kellett az ő perestrojka átalakítási politikájához. Mi tudtuk azt is, hogy ezek a lépések bírják a magyar társadalom támogatását, meg a nép támogatását, és tudtuk azt is, hogy az akkor formálódó ellenzéki pártok ezeket nem fogják akadályozni. És ez be is vált. Nagy kérdés és kulcskérdés volt, hogy Gorbacsov helyzete mennyire stabil. Jakovlev, aki azóta már nem él, azt mondta, mi akkor 1000 sebből véreztünk már. A baltiak lázongtak Kaukázusban, Közép-Ázsiában, ott már elszabadult a pokol, az ország szociálisan, gazdaságilag a legnyomorultabb helyzetben volt. A magyarok csináljanak, amit akarnak, vigye el őket az ördög. 18. augusztus 18-án kiszivárgott a hír, hogy Sopronnál megnyitják a határt. Ez teljesen hihetetlenül hangzott, de azért 19-én kételkedve bár, de útnak indultunk Sopron felé. Úgy tapasztaltuk, hogy a határ szemmel láthatóan tényleg nyitva lehetett egy bizonyos időpontban. Majd ott újra határőrökbe ütköztünk, akik igazoltattak minket. De aztán tovább mentek autóval, mi pedig tanácstalanok voltunk, miként is kellene tovább mennünk, mert nem akartunk visszafordulni. Aztán a sötétben, úgy este 9 lehetett, 3-asban elindultunk a határ felé. A fiamat magamon vittem egy gyerekhordozóban, a feleségemnél egy kicsi táska volt, a vállamra volt még vetve egy fekete zakó, a fiam innen fentről figyelt, majd hallottam őt elégedetten aludni, aztán útra keltünk a megadott irányba. Elértünk a határig, majd találtunk egy lazább részt, ahol már nem volt túl jó állapotban a kerítés, így aztán a hátammal és a lábammal sikerült úgy szétfeszíteni, hogy átjutottam rajta, és a feleségem is mögötte. És aztán Ausztriában voltunk. 19-éről 20-ára virradó éjjel.
Egyáltalán nem éreztem semmit. Csak a gyerekre koncentráltam. A felelősséget egészen egyszerűen átruháztam a férjemre. Számomra csak az volt a fontos, hogy én most a gyerekem anyja vagyok. Ő jól van, és minden, ami körülöttünk történt, azt a férjem intézte. Aztán a fiunk, aki épp azon az éjszakán lett 3 hónapos, felébredt. A menekülés közben sajnos elvesztettük a cumiát, és sírni kezdett. Arra jött egy Németországban élő magyar, hallotta a gyereket. Nekem is van egy kisfiam, mondta, azt hiszem Kölni volt, már nem tudom pontosan. Beültetett minket a kocsiába, és elvitt Passauba. Úgyhogy 1989. augusztus 20-án, vasárnap reggel, a Német Szövetségi Köztársaságban voltunk. Am Montag, dem 21. August, ereignete sich um 22.40 Uhr ein durch Waffen verursachter Unfall mit tödlichem Ausgang am ungarisch-österreichischen Grenzabschnitt zwischen Rebserwisch und Perezne im Bezirk Vas, meldet die ungarische Nachrichtenagentur MTI. Egy fiatal pár, egy férfi és egy nő egy kisgyerekkel át akart így illegálisan menni, és véletlenül összetalálkoztak a határőrrel. Az NDK-s férfi megijedt, és neki esett a határőrnek, el akarta venni tőle a fegyverét. Ő nem tudhatta, ugye egy NDK-beli, aki azt szokta meg, hogy az NDK-NSZK határon ott lőnek, berlini falnál is és máshol is, tehát ő rögtön, amikor meglátta a magyar határtőrt, akkor neki az volt az érzés, hogy ez most őt le fogja lőni, és rávetette magát, és próbálta a fegyvert megszerezni, a dulakodásban a fegyver elsült, és a férfi, az NDK-s férfi halálos sebet kapott. Volt már egy nagy táska, táskával oldalra megütött, szóval fejbe ütött, és én átcsúsztam a sárba, ő is ugyanúgy elesett, és el akart venni a fegyveremet, de én ezt nem engedtem, és akkor közben megindult újból a határ fele, és akkor én elkaptam a lábát és a bokáját, és ő meg ahogy fordult, úgy a másik lábával fejbe rúgott. Ez egy véletlen volt, amiről a határőr nem tehetett, mert ő meg természetesen azt nem engedhette meg, hogy a fegyverét elvegyék tőle, mert aztán ki tudja, hogy abból mi lesz. Ez egy rettenetes helyzet a két konfliktusban részes ember számára, mind a kettő attól fél, hogy a másik esetleg megöli. Megtudtam, hogy egy több autóból, azt hiszem körülbelül 20 járműből álló konvoj fog összeállni. Kiderült, hogy Szentgotthárdnál, Magyarország délnyugati részén a határt lebontották, és ott egyszerű lenne átszökni, csak ki kell szállni az autóból, átmászni a kerítésen, és már Ausztriában is van az ember. Találtunk egy fiatal házaspárt, nekik még volt 2 szabad helyük a régi Trabantjukban. Egy Trabant 500-as volt. Megkérdeztük, hogy mehetünk-e velük. Csatlakoztunk hozzájuk, nagyon kedvesek voltak. És akkor ez a 20 járműből álló konvoj egyik nap úgy dél körül elindult. És néhány óra alatt az országúton odaértünk Szentgotthárdra, a határvároshoz. Áthajtottunk rajta. Augusztus 20-a volt, ünnepnap Magyarországon. Az utcán emberek voltak, ünnepeltek, ültek a fagylaltozókban. Mi meg ezzel a 20 NDK-s járművel, zömében Wartburggal és Trabanttal átvonultunk a helységen. Csak bámultak minket, tudták, hová megyünk. Megbeszéltük, hogy az első kocsi leparkol, és a többiek közvetlenül mögötte parkolnak le. És mihelyt az utolsó is leparkol, azonnal kinyitjuk az ajtót, és úgy balra átugrunk a kerítésen. Az út mellett volt egy szöges drótkerítés, egy embernél magasabb, elég rozsdás, de még erős volt, ahogy megráztam. Odaálltam a drótkerítéshez, és átmásztam rajta. A fiunk a hátadon volt. Igen, a fiammal a hátamon kellett átmásznom rajta. A kerítés meghajlott, és megsebeztem magam a szöges dróttal. A kerítés túloldalán kezdődött a kukoricaföld. Több 100 méter hosszú volt, és mindannyian átfutottunk a kukoricaföldön. A kukorica magasabb volt, mint mi, szóval nem lehetett minket látni. Az őrök észrevették, hogy leparkoltuk az autókat az út szélére, és gépfegyverrel lövöldöztek a levegőbe többször is, hogy elrettentsenek minket, és azt gondoltuk, hogy jönnek a határőrök és autók, de igazság szerint nem jött senki. Szóval átfutottunk ezen a földön, a fiam ordított a hátamon,
lábamon, mert nagyon rossz volt neki. Az arcába csaptak a kukoricalevelek. Sokkoló volt számára, nem értette, hogy mi történik, és sírt. Örültünk, amikor kiértünk az utcára. A sárba beleragadt a cipőnk, nem volt már cipő a lábunkon. Igen, nem volt nálunk egyáltalán semmi, csak az, ami rajtunk volt. Egy táska a papírjainkkal, néhány pelenka a fiunk miatt, szükség esetére, de egyébként semmi más. És így érkeztünk meg Ausztriába, cipő nélkül, csak ruhában, és úgy álltunk ott. Tönkre mentek a cipőink, mert a kukoricaföld nedves volt. Amikor kiértünk az útra, nem tudtuk, hogy most sikerült-e vagy sem. Igen, először elbújtunk, miután átjutottunk a kerítésen. Elbújtunk a bokorban, mert nem tudtuk, hogy Ausztriában vagyunk, vagy nem. Igen, először átmentünk a kukoricaföldön, utána egy mezőn, aztán megint bokrok voltak és az út. És akkor először elbújtunk, és megvártuk, amíg autók jöttek. Meg akartuk nézni, milyen autók jönnek, milyen a rendszámuk. Persze Magyarországon jártak osztrák autók is, szóval pontosan még így sem tudhattuk. Aztán egyszerűen megállítottunk egy arra járó autót. 70-75-en voltunk a 20 autóból, és megállítottuk azt az autót. Még pontosan emlékszem, valaki jött, és azt mondta, hogy tényleg Ausztriában vagyunk. Akkor mindenki felugrott, az emberek ölelkeztek, gyönyörű volt, mindenki örült. Mintha egy nagy teher esett volna le rólunk, hogy nem kell már félnünk. Igen, amilyen nagy volt a megpróbáltatás, a menekülés a kukoricaföldön keresztül és az a kerítés, olyan fantasztikus volt aztán a megváltás. Emlékszem rá, ahogy átöleltük egymást, annyira nagy volt az öröm. És az osztrák férfinak véletlenül éppen ott volt egy ládasör az autójában, valami ünnepre ment, és odaadta nekünk a ládasört. Igen, és a sört meg is ittuk. Megváltás volt. Nem is lehet ezt másképp mondani. Jött a két unokatestvérem, és beraktak az autójuk csomagtartójába. Kicsi autó volt, hogy nehogy eszébe juthasson bárkinek is ellenőrizni a csomagtartót. És átjutottunk az összes útlezáráson. A fertőtóhoz vittek egy faluba, és aztán mindenféle veteményeseken és gabonaföldeken és kis erdőkön keresztül át tudtam vágni egész a határig. Aztán, hogy már magam mögött láttam az őrtornyokat, elkezdtem az életemért rohanni. Aztán mindent, ami csak volt nálam, elhajítottam, és csak úgy rohantam, és túl voltam több kerítésen, volt nálam kesztyű, meg tudtam, hogyan lehet a szöges drótot szétbontani, és aztán futottam, majd egyszer csak azt vettem észre, hogy egy szőlőben vagyok. De a szőlőtőkék olyan rendezettek voltak, olyan szépen nyírtak, hogy az már nem lehetett Magyarország. Most már biztosan máshogy van, de az ott egyszerűen túl rendezettnek nézett ki ahhoz, hogy ugyanabban az országban legyen. Tizennegyedikétől vagy 15-től tudtuk, hogy a magyar kormány kész arra, hogy a követségen tartózkodó keletnémeteket kiengedje. A kérdés már csak az volt, hogy miként lehetne ezt elegánsan, Magyarország és az NDK számára tekintélyveszteség nélkül megvalósítani. Végül azt a megoldást találták, hogy a Nemzetközi Vörös Kereszt bevonásával oldják meg a problémát. Tartani lehetett provokációtól. A magyar titkosszolgálati szervek és a rendőrség kellően fel volt készülve az akcióra, együttműködve a Nemzetközi Vörös Kereszttel, az NSK akkori nagykövetével, aki le a kalappal, személyesen minden egyes emberrel beszélt és garanciát vállalt. Éjjel 12 körül Jansen és én bementünk az egyes szobákba, a legtöbben már aludni mentek, így részben felébresztettük őket, majd elmondtuk nekik, hogy nyugatra repülhetnek.
Ekkor az emberekből az öröm, a zavarodottság és a meglepetés megfoghatatlan keveréke tört elő. Azt mondhatjuk, hogy mindazok, akik a követségen voltak, egy emberként kiáltottak fel. Egyetlen hatalmas örömkiáltás hallatszott, ez valóban nagyon megható volt. Ekkor buszok jöttek, és rövid időn belül beszálltak az emberek a buszokba. Majd diszkréten a reptérre mentek. Azt hiszem, senki nem vett észre semmit a városban. Ami egyfajta próba volt, a nemzetközi reagálások. Se a Szovjetunió nem tett dühött nyilatkozatokat, az NDK természetesen igen, de hát ez várható volt, és láttuk, ez is egyfajta teszt volt, bár nem mi kreáltuk a helyzetet, de ha már így van, akkor figyeltük a reagálásokat, és ebből is az derült ki, hogy meg lehet tenni ezt a határnyitást, nem lesz semmiféle Magyarország számára kedvezőtlen következménye. Dönteni kellett, és ezeket a variációkat, lehetséges megoldásokat áttekintve, amikor augusztus 22-én az én szobámban hatan ülünk, érintett minisztériumok vezetői, az igazságügyből az államtitkár, meg az én legszűkebb stábom. És felteszem a kérdést, hogy na jó, meghallgattam mindenkit, nincs tiszta megoldás? És akkor csend honolt egy pár másodpercig. Mondom, hát a tiszta megoldás szerintem az, hogy kinyitjuk a határokat. Hát igen, igen, ez a tiszta megoldás. Hát mondom akkor. Akkor a Horváth István belügyminiszter azt a kérdést tette fel, de a védelmében szeretném most is mondani, csak ő pontos akart lenni. Azt tudod, Miklós, hogy ezzel a döntéssel a kelet-német, nyugat-német, belnémet vitában a nyugat-németek oldalára állunk. Mondom, igen, tudom. De nincs más megoldás. Egyedül azt néztük még meg, van-e olyan magyar export cikk, amit csak az NDK-ba tudunk eladni? Mert akkor mondhatják azt, hogy büntetésből nem veszik át az árut, nem volt ilyen export cikk. Van-e olyan import cikk, amit csak az NDK-ból lehet beszerezni? Ilyen sincs, hát legfeljebb a Trabant meg a Wartburg, de hát mondjuk az nem lett volna nagyon nagy veszteség. Mit is tehetünk volna? Nekünk kellett a magyar bor, a magyar szálámi, az Icarus busz. Hát vagy az egyetemistákat, akik több, azt hiszem 500-an összességében itt tanulták, visszavonni tanulás közben, vagy hát katonákat küldeni, azt se tudom. Hát nem tudtunk. És saját érdekünkben az ország ellátásában folytatni kellett például a gazdasági kapcsolatokat. Ceausescu például nagyon szerette volna Magyarország, Lengyelország nélkül a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testületét együtt ülve látni, ahol megtárgyalják az áruló két országban zajló eseményeket. Gorbacsov ezt elhárította, és más memoárokból tudni lehet, hogy Gorbacsov egyszer egy telefonbeszélgetésben azt mondta Nikolaj Csáus, mit akarsz, Nikolaj? Küldjük a tankokat? Mint 56-ban, meg 68-ban? Ez az idő elmúlt. Amikor a Horn külügyminiszter járt Berlinben augusztus 31-én, akkor számunkra világos lett, szeptember 11-én a magyar kormány kiengedi az NDK-sokat. Úgy volt a tárgyaláson, hogy Horn úr említette szeptember 4-ét, és a mi külügyminiszterünk kérte, hogy még egyszer gondolják meg, hogy szerződés szegés, meg is tovább. Akkor közöltött, na jó, akkor 11-ig is még egyszer beszélhetnek az NDK-sokkal, és próbáljanak meggyőzni, hogy hazajöjjenek. Időközben megérkezett stúdiónkba Horn Gyula külügyminiszter. Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy megtisztelte a műsorunkat azzal, hogy nálunk jelenti be a megoldást az NDK-beli menekültek ügyében. Kérem, foglalja össze a megoldás lényegét. Hát azt hiszem, időközben Magyar Távirati Iroda már kiadta a közleményt. Hát ennek lényege az, hogy az itt tartózkodó NDK állampolgárok saját, tehát NDK úti okmánnyal eltávozhatnak abba az országba, mely befogadja őket. Die hier stehen der Mitglieder, Bürger der DDR, können mit ihren DDR passieren, das Land verlassen. Ja!
mikor állítólag az ember a világra születik, akkor felsír. És valahogy ez a kép jutott eszembe, hogy ezek az emberek felüvöltöttek, mert újjászülettek. Annyira elérzékenyültünk, hogy folytak a könnyeink, meg sem tudtunk szólalni. És nem tudtuk, mi is lehet majd ez. De valahogy sejtettük, valami történt, ami addig Európában még soha. Fejemhez vágták sokszor, parlamenti felszólalásba, újságokba, hogy én nem kértem meg az árát. Ma is ugyanazt tenném, mert én az unokáim meg az utódaim emlékezetében nem szeretnék úgy megmaradni, hogy a nagypapájuk rossz Kalmár módjára, megszámolva, hogy hányan vannak, fejpénzt szed a kiengedésén. Ezt emberiességi, humanitárius és legjobban felfogott nemzeti érdek alapján cselekedtük. Úgyhogy a helyzet fintora, hogy ugyan nagyon szükségünk lett volna néhány hitelre, már elő is voltak készítve. És én kértem Kohl-kancellárt arra, hogy szóljon a bankoknak, hogy egy kicsit halasszuk el ezeket az aláírásokat, mert azt a vádat, hogy én pénzért adtam és nyitottam ki a határt, én nagyon el szeretném kerülni. Két hónap múlva leomlott a berlini fal, amelynek többé nem volt értelme, hiszen NDK-sok bármikor eljöhettek Magyarországra, és Magyarországon keresztül kimehettek, tehát ezt a kerülő utat kellett megtenniük, hogy a berlini fal elvesztette a jelentőségét, le is omlott, és egy év múlva egyesült a két Németország. Hogy a történelem azt a helyzetet hozta, hogy éppen én ültem a kormányfői székben, ezért hálásra kell legyek, de ez az egész folyamat a magyar nép és közte az ellenzéki, formálódó ellenzéki pártok hadható segítségével és támogatásával történt. Azt hiszem, hogy ezen események valódi főszereplői az NDK menekültek voltak. Kezdve azokkal az emberekkel, akik azt mondták, hogy innen már csak nyugatra mennek. Ezeknek a száma egyre nőtt. Majd ezt mondták már 7000-en. Ők voltak az igazi főszereplők. Természetesen lenyűgöző, amikor az ember tudja, hogy megcsinálta. Egyszerűen lenyűgöző. Azt kell mondjam, hogy ez nagyon fontos pillanata volt az életemnek, és hálás vagyok a sorsnak, hogy sikerült. Sok embernek lehetősége nyílt elhagyni az NDK-t ezen a résen, Magyarországon keresztül. Másként nem jutottak volna ki az emberek, csak ez az egy rés volt. Ahogyan egy gátnál is elég, ha csak egy apró rés van, ahol bugyborékolni kezd a víz. Majd az egész gát, vagyis a kommunizmus leomlott. És ez a rés Magyarország volt. El szeretném mondani, hogy még mindig nagyon hálásak vagyunk a magyar népnek, a magyar kormánynak, az embereknek, akik segítettek nekünk, a tábornak, a Pomozi családnak, ahol lakhattunk. Magyarország nélkül ez nem történhetett volna meg. A vasfüggönyt lebontották, észrevették, hogy a népet nem lehet visszatartani. Komolyan vették a szökéseket. Az NDK sok városában, például Lipcsében is tüntetések voltak. Ez a két dolog hozzájárult ahhoz, hogy sor került a fordulatra, ami aztán mindenkin segített. Bizonyára nem mi voltunk a legfontosabb kerekek a gépezetben. Ám ott volt az a csomó ember, aki ki akart törni az NDK-ból, és csak ez a tömeg volt képes ledönteni a gátat. Persze nem lett volna szükség hármunkra ahhoz, hogy a történelem mozgásba lendüljön, de részesei voltunk, amikor áttört a gát. Igaz, hogyha mi nem csináltunk volna semmit, akkor is megtörtént volna, de ha az összes menekülő kelet-német nem csinál semmit, akkor semmi sem történt volna.
és kétség kívül olyan dologban vettünk részt, amelyet mások nem éltek át. Alexander Lichtenberg elvégezte Kölnben a zeneművészeti főiskolát jazz szakon, de mégsem zenész lett, jelenleg egy lakástakarékpénztár vezetője Stuttgart mellett. Wolf Kanis fogorvos, Margarete Kanis pedig fogorvos asszisztens a bajorországi Dietfurtban. Christoph Reinhardt egy internetes banknál dolgozik, a felesége Gabi háztartásbeli. Visszaköltöztek a kelet-németországi Arnstadtba. S bár két hónappal a menekülésük után a berlini fal leomlott, és a határ átjárhatóvá vált, mégis mindannyian a vasfüggönyön történt átszökést tartják életük legjelentősebb élményének.